túlélte a bizalmatlansági szavazást a szlovák miniszterelnök. Peter Pellegrini leváltásáról kedden szavaztak a pozsonyi parlamentben. 62 képviselő támogatta menesztését, 66-an viszont ellene voksoltak, és 3-an tartózkodtak. Az ellenzék azért indítványozta Pellegrini elmozdítását, mert nem váltotta le az igazságügyi államtitkárt azután, hogy felmerült, Monika Jankovská üzeneteket válthatott Marian Kocsner vállalkozóval, akit a Kuciák gyilkosság megrendelésével vádolnak. A korrupciós ügyeket feltáró Ján Kuciák újságírót és menyasszonyát tavaly februárban ölték meg, Nagymécsédi családi házukban.